közös énekléssel kezdődött a Mezőföldi Református Egyházmegyei Női Konferencia szombaton. A budai úti református templom megtelt hívő hölgyekkel, akik azért érkeztek, hogy egy jó közösségben egy érdekes témát körüljárva töltekezzenek a hétköznapokra. A konferencia szervezője szerint a mai világban a nőknek különösen szükségük van arra, hogy legalább egyszer egy évben legyen egy nap, ami róluk szól. A mai téma a nehézségek az életünkben. Hát azt gondolom, ezt nem kell magyarázni, mindig van nehézség. Kisebbek minden nap, de ugye a nagyobbakat is, amiket azért egyre többször élünk át, tudni szeretnénk, hogy Istennek mi a véleménye róla, miben, hogyan kell megélni egyáltalán keresztényként a nehézségeket. A konferencia résztvevőit Berze János lelkipásztor köszöntötte, aki hangsúlyozta, a nők a család antennái, akik összefogják a családi életet, ezért fontos a példamutatásuk mások számára. Én azt gondolom, hogy erősebbek is vagytok, mint a férfiak, és már feladatoktok van, és azt gondolom, hogy mutassatok példát az elkövetkezendő, hogy a jelenlegi nehéz időkben azzal, hogy Isten perspektívájából tudtok tekinteni a életetek nehézségeire. A hölgyek ezt követően Pétótné Szakács Zita előadását hallgathatták meg. A nyugalmazott lelkésznő kiemelte, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy miért engedi Isten, hogy a keresztény ember életében nehézségek legyenek, akkor arra kell a hívők figyelmét ráirányítani, hogy Jézus Krisztus nem ígérte, hogy nem lesznek nehézségek az életünkben. Hozzátette, Krisztus is felvette a keresztjét akkor, amikor emberré lett. Végigcsinálta a nehéz utat, és közben nem mondta azt, hogy Isten célját nem akarja teljesíteni. Az ő követőinek pedig ezt az utat kell járni. Kellene, hogy az ember egy kicsit arra figyeljen, hogy most mit is akarnak ő benne elvégezni. És nekünk meg arra kell fókuszálni keresztény embereknek, hogy Isten mit akar bennünk és általunk elvégezni. És nem az, hogy ő engedi ezeket a nehézségeket, hanem ezek próbatételek. És nincs olyan ember, akinek ne lenne az életében próbatétel, és ebben egymást úgy tudjuk segíteni, hogy egy közösséghez tartozunk. És beszélünk a próbatételeinkről, meg arról, hogy honnan kaptuk a megoldást, kitől kaptunk erőt, hogy egyáltalán túléljük ezeket a próbatételeket. A lelkésznő hozzátette, a nehézségek leküzdéséhez tudni kell különbséget tenni a fontos és a sürgős dolog között. Ha erre képesek vagyunk, akkor nem a körülmények diktálnak, úrrá tudunk lenni a problémáinkon.